A 6-3-as otthoni vereség után Szekszárdon már szerepelt a Linceknél a rutinos svéd játékos Bergström, mellette a japán Tamamoto és az európai ranglistán nagy névnek számító kontinentális ranglista vezető Cseh Polcanova lépett asztalhoz. Utóbbi olyan magas szinten játszott, amivel tényleg nem adott esélyt a két egyesben sem Pascualkénnek, sem Bilenkónak. Szekszárdi szempontból bizony lidércnyomásosan kezdődött a meccs, 3-0 oda, és a folytatásban is csak egy szépítő győzelemre futotta a madarász Pascualke Bilenko összetételű szekszárdi triónak. Ezt madarász szerezte a japán Hamamoto ellen, és mint ahogy az elején a párost, a soron következő egyéni meccseket is sajnos az osztrák csapat játékosai nyerték. Így 6-1-gyel kiköszörülték azt a bizonyos otthoni csorbát, és történetükben 13-szor lettek elsők a közép-európai csapatbajnokságban, a Szuperligában. A valóság az az, hogy a 6-3-as vereség is nekünk bravúr lett volna ma. Nem játszottunk rosszul, büszkék vagyunk a lányokra, ennyi volt bennünk, a Linz jobb csapat volt, teljesen megérdemel nyerték meg így 6-1 arányba is a mérkőzést, úgyhogy gratulálunk neki. A főszponzori a Tolnagrótól érkező támogatás megszűnése után a szétesőben lévő szekszárdi csapat játékosai az utolsó közös fellépésükön júniusban a magyar csapatbajnokságon a bajnoki cím megvédésével szeretnék emlékezetessé tenni az úgy tűnik elkerülhetetlen búcsút.